Újabb mérföldkőhöz érkezett a Fradi média. 4 évvel ezelőtt indult el klubunk hivatalos weboldala, a fradi.hu. Azóta az oldalon több mint 13 ezer hír jelent meg, bemutatva a Ferencvárosi Tornaklub összes szakosztályának legfontosabb híreit, eseményeit. Jó napot kívánok, Thomas Doll vagyok, a Ferencváros trénere. Iratkozzatok fel ti is YouTube csatornánkra. Népszerű YouTube csatornánkon található videóinkat 9,5 milliószor nézték meg. A Fradi média a legfontosabb közösségi média felületeken is ott van. Közülük a legjelentősebb az FTC hivatalos Facebook oldala, amely 211 ezer lájkolóval rendelkezik. Twitter csatornánkon pedig eddig 7000 poszt jelent meg, Instagramunkat pedig több mint 17 ezeren követik. A Fradi média Vine videóit 1,5 milliószor játszották le, míg jubileinkat 103 ezerszer tekintették meg szurkolóink. Ebben ennyi volt, a Gerzsóra is tartogatunk valamit. Munkatársaink szerkesztőként dolgoznak a Zöld és Fehér magazinban, amely havonta jelenik meg, bemutatva az egyesület múltját, jelenét és jövőjét. A Fradi média szerkesztői indulása óta 2014. decemberétől készítik el klubunk televíziós magazinját, a Fradi TV-t, amely az M4 sportcsatorna jóvoltából szinte minden magyar háztartásba eljut. Az általános média megjelenések mellett szerkesztőségünk csinálja a Fradi termékek reklámjait, különböző kampányokban is részt veszünk, hírlevelünk 30 ezer szurkolóhoz jut el. A Fradi filmek segítségével megemlékezünk a klub legendáiról, készült már film Simon Tiborról, a KEK ezüstérmes csapatunkról, hamarosan megjelenik a Dalnoki Jenő életét bemutató alkotás is, de a jelen példa képeit is bemutatjuk, Böde Dánielről szóló filmünk rangos díjat is nyert. A Fradi média a fradi.hu 4 éves fennállása óta beszámolt a klub legfontosabb sikereiről, ott voltunk, amikor labdarúgóink 11 év után megnyerték a Magyar Kupát, bemutattuk női kézilabda csapatunk KEK sikereit, valamint fantasztikus bajnoki címét is. Stábunk kamerája ott volt, amikor Bácsi Péter hazatért az EB és világbajnoki győzelem után. A Fradi média a Ferencvárosi Tornaklub minden szakosztályát bemutatta, az utánpótlástól kezdve a felnőtt versenyekig. Videóink, cikkeink, fotóink célja, hogy a Fradit közelebb hozzuk szurkolóinkhoz. Erre törekszünk a jövőben is. And hajrá Fradi!